Néhány ember örömlányos mentalitása nem zavar bennünket, jelentette ki Tóth Bertalan azzal kapcsolatban, hogy két szocialista polgármester, Szaniszló Sándor és Kis László is átlépett a DK-ba. Az MSZP elnöke hozzátette, a politikában ők senkik sem lennének a Magyar Szocialista Párt nélkül. Vendégünk Tóth Bertalan. Jó estét, elnök úr! Jó estét kívánok! Van, aki azt írta a Facebookon, hogy ön lesz, aki lekapcsolja a lámpát. Nem tartom én ezt nagyon valószínűnek, mert Magyar Szocialista Párt volt, van és lesz. Mitől lesz? Hát attól a politikától, amit elkezdtünk most építeni, attól az új politikai stratégiától, amelyen most országjárásba kezdtünk. Ugye ebbe csöppent bele ez a sajnálatos esemény, az az új baloldali politika, amit megfogalmazunk, egy polgármesterekkel, képviselőkkel, pártagokkal, civilekkel, szakszervezetekkel vitatunk meg, és amivel meg akarunk érkezni a közös ellenzéki egyeztetésbe, a közös ellenzéki. És ezt az emberek, azok persze, akikkel találkozik, fogják tudni, de a többiek, a választók, a tömeg, az hogy fogja megtudni, hogy más lett az MSZP? Hát természetesen használni fogjuk a kommunikációs csatornáinkat, ott van Facebook oldalunk, és hát itt ezt a műsort is majd arra fogom használni, hogy mondjak róla egy-két gondolatot. Persze, csak hogy ezt érezniük is kell. Tehát az kevés, hogy eljön és elmondja, hogy mostantól mások leszünk. Nyilván másnak kell lenni. Én nagyon egyetértek ezzel, és éppen volt nagy öröm számomra ma Oroszlányban is Ajkán járni, két szocialista polgármesterrel beszélgetni, és ahogy ön mondta, hogy látni is kell ezt a programot. Például Oroszlányban most már azon gondolkodnak, hogy a szakmunkás diákok, a középiskolások után az egyetemistáknak is adjanak ösztöndíjat a továbbtanuláshoz. Ez egy baloldali kezdeményezés Oroszlányban. Éppen Ajkán arról számolt be a polgármester úr, hogy eddig 6000 lakás szigeteléséhez és felújításához járultak hozzá, és mostantól 2000 lakást fognak ezek majd támogatni. Ezek jó helyi modellek, amiket kiterjesztenek országos szintre? Így van, és ezek mind benne vannak abban a stratégiában, abban a programban, amit meghirdetünk, mind az otthon felújítási programunk, mint pedig az oktatási rendszerben az ösztöndíj program, amivel segítik azokat a fiatalokat, akik éppen nem tudják megfizetni a tandíjat. Aki meg ott hagyja önöket házon belülről, tehát mélyen belülről, mindent tud, minden folyamatot ismeri, akkor miért megy el? Nézze, ez azt gondolom, hogy a mindennapi életben is van úgy, egy közösségben is, családban, barátok közt is, hogy találkozunk jellemtelenségekkel. Magyar Szocialista Párt egy olyan közösség, amelyhez tartozni az nem csak arról szól, hogy mi lesz belőlem, hanem az szól a baloldaliságról, szól a kötődésről. Vannak olyan politikusok, és látható a Szocialista Pártban is, akik az érdekeik mentén hozzák meg a döntéseket. De mitől jobb üzletben a DK-snak lenni, mint MSZP-s? Ezt tőlük kell megkérdezni. Tehát ezzel önnek is foglalkozni kell. Ez egy értékválasztás, én azt gondolom, és nyilván engem emberileg nagyon megviselt ez a dolog, hiszen két olyan velem egy korú politikusról van szó, akikről azt gondoltam, hogy nem csak a politikus társaim, hanem a barátaim is, de túl vagyok rajta, és pont azért, ami az országjárás során tapasztalok, hiszen voltam Salgótarján, ott is találkoztam a szocialista polgármester, Oroszlányban, Ajkán, holnap Szombathelyen fogok a szocialista polgármesterrel arról beszélgetni, hogy mit jelent baloldalinak lenni, és mit jelent baloldali politikát megmondani. Ezeken a beszélgetéseken felmerül, hogy keresi-e őket a DK? Mindenki arról számolt be, hogy eszük ágába sincs elhagyni a szocialista pártot. Az egy dolog, mert kereste őket, tudnék el? Vannak, akik ilyen visszajelzést küldenek, nekem is személyesen, nem csak polgármester képviselők is. Mit mondanak? Ugye Varjú Lászlóról és Élő Norbertről számoltak be azok, akik valakinek valóban beszámoltak, nem, hogy ők lennének azok, akik a DK nevében keresik őket. Mit mondanak a szocialista politikusoknak? Nyilván, ahogy mondtam, hogy valakinek épp az árfolyam határozza meg, hogy hogyan a DK ma jobbat tud ígérni? Én nem tudom, hogy mit ígérnek és mivel fűzik őket. Én nekünk ott van a baloldaliságunk, ott van a közösségünk, ami nagyon sok embert összetart ebben a pártban. És nagyon nem tartom jó politikának az ellenzéki oldalon, hogyha egymástól akarjuk elhalászni a politikus társakat, hiszen azért mégis a közös cél nem egymás legyőzése, hanem ennek a rendszernek igaz a történet, úgy néz? Leváltása. Így van, és az a projekt, amit Orbán Viktor megcsinált, hogy egy a zászló, egy a tábor, az nem feltétlenül működik így az ellenzéknél, hiszen a baloldaltól kezdve a liberálisokon át a jobb oldalig akarunk létrehozni egy olyan széles koalíciót, amivel együtt akarjuk a Fideszt leváltani. Tehát itt az
nekem meggyőződésem, és ezt is megfogalmaztam, hogy itt egyenrangú félként kell kezelni a politikai erőket, és azokat a javaslatokat, amit megfogalmazunk, nem csak a jelöltállításnál, a programalkotásnál is, mégiscsak össze kéne gyúrni. Minden pártot egyenrangú partnerként kell kezelni? Tehát az LMP-től a két farkúig, az MSZP-től a DK-ig? Aki érdekelt abban, és ez nem csak pártra vonatkozik, politikusra, és aki érdekelt abban, hogy kormányváltás legyen 2022-ben Magyarországon, azokat mind egybe kell nekünk, tehát létre kell hozni azt a széles koalíciót, amivel sikerül, és nem utolsó sorban 2022 után, mert igen, ennek a koalíciónak kormányozni is kell ezt az országot. Tehát ezek az ilyen presztízs harcok biztos, hogy nem segítik az ellenzék együtt. Arról mit gondol? Mert azért az egy a mélybe nyúlás már, amikor Kovács László volt pártelnök és volt külügyminiszter, arról számol be, hogy még őt is megkeresték, hogy lépjen át. Tehát amikor már nem csak a felszínen kapirgálnak, hanem ugye egy szimbolikus figurája az MSZP-nek. Igen, én ezért mondtam azt, hogy káros az a folyamat, hogy az MSZP kifosztására építi valaki a személyzeti politikáját. Én jobban örülnék annak, hogyha inkább még több szavazója lenne az ellenzéknek, vagy még több olyan valaki kapcsolódna a politizálásba, aki eddig nem politizált, hogy legyen új arcok, legyen friss erő. Én ezt abszolút nem tartom helyes útnak. Én személy szerint soha nem kerestem DK-s politikusokat, sem momentumosokat, sem, hogy hagyjátok el a pártotokat, és akkor gyertek a szocialista pártba, hanem leülök velük korrekt együttműködés keretébe, szeretnék arról beszélni, hogy ez kormányváltás. Más a helyzet az MSZP lefelé mutató vonalat mutat a grafikonon, a DK pedig fölfelé Hadd vitatkozzak ezzel, hiszen most jelent meg Závetsz Tibornak, pont a mai napon a legfrissebb kutatása. Nem egy áttörésről beszámolunk. De nem lefele. 2%-a van az MSZP. De nem lefele mutató, hanem fölfele mutató, mert a teljes 6-ról 7-re, igen. Így van, tehát az egy felfele mutató, nem lefele mutató, miközben a DK nem változott. Erre mondják, tudja, hogy statisztikai hiba, tehát de elfogadom, fölfelé meg, elfogadom. De azért más a különbség, tehát vélhetőleg nem több pénzt tud ígérni a DK az MSZP-s politikusnak, hanem legfeljebb azt tudja igen, hogy látjátok, mi megyünk előre, bennünk lehet a jövőtök. Itt ugye bejön az, hogy a fővárosi politikáról is szó van, a fővárosi közgyűlésen belüli erőviszonyokról is szó van. Két fővárosi kerületi polgármester döntött így, és speciál arra hivatkoznak, hogy majd akkor a kerületi érdekeket jobban érvényesítik a fővárosban. Hát erre önök vezércserrel válaszolnak, ha jól értem, mert most akkor megalakul az MSZP párbeszéd frakció. Így van. És így tervezünk, megint nem lesz DK-s többség a közgyűlésben. Tervezünk egy olyan szövetség létrehozását a fővárosban is, ami erősíti a két pártnak az együttműködését, mert talán egy kicsit úgy érzem, ez is elhanyagolódott az elmúlt időszakban, hiszen a baloldali szociáldemokrat és a zöld politika, azt többször hangsúlyoztuk, hogy kéz a kézben jár, tehát ezt a szövetséget építeni kell, de nem azért építjük ezt a szövetséget, hogy más rovására erősödjön ez a szövetség, hanem szeretném megszólítani új szavazókat. Ez az új baloldali program is például a fiataloknak szóló lakbérplafon, ingatlan árplafon, a bérlakásépítési program is mind-mind olyan baloldali üzenet, ami mi szeretnénk bővíteni az ellenzék szavazótáborát, de látható ez a Jobbik oldaláról is, hogy ők sem arra törekednek, hogy az ellenzéki oldal másokat elhapoljanak, hanem arra, hogy az ő programjukat is többen támogassák. A baloldaliságot többször mondta az MSZP, az ön jövőképében micsoda, egy szocdem párt, vagy egy baloldali gyűjtőpárt? Hát nem tudom, a kettő között mi a különbség. Hát azért van különbség. A baloldaliságot javarészt manapság... Nekem a baloldaliság a szociáldemokrata politikát. Egyfajta múltbéli politikai berendezkedésre utal. Melyikben? Azt szokták mondani politológusok, hogy a baloldaliság és jobboldaliság az gyakorlatilag megszűnt, mint létező valóság. Én ezzel vitatkoznék. Most a hamburgi választásokból indulunk, hogy a szociáldemokraták mellett a zöldek erősödtek meg, és a szélső jobboldal meggyengült. A zöldeket baloldalinak gondolja? Nyilván a zöld politikák nagyon sok köze van a baloldali politikához, hiszen azért mégiscsak ettől fakad az, ami ellen mi küzdünk, mi a munkavállalók kizsákmányolása ellen küzdünk, a zöldek pedig a környezet kizsákmányolása. Hát meg antikapitalisták általában. Így van, tehát azért ebben van közös vonulat, és meggyőződésem, hogy az új baloldali politikák alapja. Na, az, ha már itt tartunk, jó. Legyen zöld baloldali politika. Baloldali politika. A Párbeszéd felvetette az LMP-vel való csatlakozást, miközben önök, meg a MSZP-ként a Párbeszéddel szeretnék szorosabbra fűzni megint a szövetséget. Ön támogatja például, hogy a Párbeszéd és az LMP egybeolvadjon, és így legyenek szövetségesei az MSZP-nek? Az, hogy egybeolvadjon, ez nyilván két pár döntése. Tehát ugye
az is két pár döntése, hogy az MSZP vagy Párbeszéd egybeolvad vagy nem olvad benne. Szerintem az a fontos, hogyha ez az ellenzéki politizálás, ez azért színes marad a maga nemében. Szerintem pont ez a jó üzenet a választók felé, hogy nem egy ilyen teljesen egy irányba mutató kormányzás, amit láthatunk, hanem pont a politika színességét fémjezik. Nekem az, hogy a két párt úgy dönt, és a zöld politikát képviseljük, én nem látom, hogy ez gyengíteni a Párbeszédre való szövetségünket. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a szövetség, ez a politikában is megjelenjen, a baloldali zöld politikában. Hogy lesz ezután a DK-val? És hogy lesz azokkal a polgármesterekkel, akik úgy döntöttek, meg nem csak polgármesterekkel, hogy ők mostantól DK-sok? Nyilván az önkormányzati munka megint más. Ott a kerületi emberek érdekeit kell szolgálni, tehát a Magyar Szocialista Párt ottani képviselői továbbra is a kerületi emberekért dolgoznak, és természetesen a polgármester úrnak olyan javaslatai vannak bármelyiknek is, ami a kerületben élőket szolgálja, akkor ezt támogatni fogják. Tehát ebből a szempontból nem lesz törés, és nagyon bízom benne, hogy ez a folyamat nem mérgesedik el annyira, hogy ez törést okozna az ellenzéki együttműködésben, de itt világosan látni kell, hogy van egy olyan baloldali politika, amit megfogalmazunk a Párbeszéddel szövetségben, amivel mi készülünk az ellenzéki együttműködésre. A határok elmosódása az nem feltétlenül az ellenzéki együttműködés sikerét szolgálja, mert nekem meggyőződésem, hogy a végén lesz egy közös programunk, lesznek közös jelöltjeink, akkor meg tudjuk hirdetni azt a nemzeti minimumot, ami már 30 éve beszélünk róla, hogy milyen jó, hogyha lenne, és ez meggyőződésem, hogy az ország javát. Amikor Dobrev Klára arról beszél egy interjúban, múlt héten történt, hogy el tudja képzelni, hogy a DK külön induljon. Nagyon veszélyesnek tartom. Én nagyon bízom benne, hogy a DK tagjai, szimpatizánsai ezen a konzultáció meggyőzik Dobrev Klárát, hogy nem ez a helyes út. Tehát bízom benne, hogy a DK konzultációnak az lesz a végkimenetele, hogy közös indulásra van szükség. Pláne azt látni kell, hogy a DK támogatottsága azért az ellenzéki pártok között nem olyan kiugró, a Fideszhez képest meg abszolút nem, hogy ők egyedül erre képesek lennének. Mi továbbra is az ellenzéki együttműködésben hiszünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.